Jók vagyunk. Index, jó. És itt nem kell váltani, hanem rögtön nem, megy igen, az igen, már a váltó. Már nyúlnék a váltó, igen. Igen. Aha. Na sziasztok mindenki, itt vagyunk a következő videóban, és itt van velünk egy kedves nézőm, András. Sziasztok! Nagyon boldog vagyok, mivel tudjátok kedves nézők, hogy én autóvásárlás előtt állok, és ahogy András meglátta ezt a videót, felkeresett engem e-mailbe, és felajánlotta, hogy vezethetem az ő autóját, köszönöm szépen, és ez azért is fontos, e-mailbe ő is leírta, úgyhogy egy 60 lóerős autó után teljesen más lesz, egy 300 lóerős. Jó, hát az Audi nem lesz 300, csak 2245, de ez egy 300 lóerős autó, úgyhogy ezzel kapcsolatban fogja András elmesélni, hogy mit kell tudni erről az autóról, és akkor beülünk, és ő vezetni fogom. Köszönöm szépen. Nagy élményvezetés is lesz. Akkor. Egy élményvezetés is lesz akkor, igen. Nagyon boldog vagyok, mivel nem vezettem még ilyen kategóriájú autót, úgyhogy köszönöm szépen, András, hogy felajánlottad. Nagyon messziről érkezett, 3 óra volt az út, úgyhogy köszönöm szépen. Úgyhogy először is, András, oldalról nem biztos, hogy látják a nézők, de aki már ismeri az autókat, tudhatja, hogy milyen autóról van szó. Így van, ez egy XF-es Jaguar egyébként, egy 3000 dízel. Nagyon szép autó, nagyon elegáns egyébként. Nagyon szeretem. Igen, nagyon szép a megjelenése, és mindjárt igen, megmutatom a belsejét is, hogy milyen vagányul néz ki. Hát akkor ez egy XF-es Jaguar egyébként, egy 3000 dízel motor van benne. Ez egyébként a második legerősebb motoros Jaguar, ugyanis ezen felül már csak az 5000-es van. Aha. Viszont annak a fogyasztása, hát arról inkább már ne beszéljünk. Ez mennyit eszik? Hát figyelj, ez városban olyan 14 liter. Hát 14-13 liter srác per kb. Most az 5000-es, főleg benzinben, az már inkább ilyen 20. Basta! Úgyhogy igen, az már kicsit sok. De egyébként meg azt mondom, hogy autópályán egy ilyen 130-140-es sebességgel olyan 6 literbe megáll. Most 6. is, ahogy jöttem, egyébként néztem, és ilyen 6-7 liter között mozgott, úgyhogy... Aha, aha. Igen, egyébként szép, tágas, nagy autó egyébként. Igen, ezzel ugye a másik fontos dolog, a csomagtér is. Hát ebbe beférnék még én is. Igen. A másik pedig az, hogy egy ilyen kis Peugeot után ugye meg kell tanulnom parkolni is majd ezzel. Igen, igen. Főleg, hogy egyébként nagyon hosszú az autó. Hosszú az autó. Több mint 5 méter egyébként. Azta. Még jó, hogy a garázsom akkor 6 méter. Akkor beférne igen, a garázsomba. Biztos, igen. Oda, igen. Szuper. És ahogy látjátok, kedves nézők, előről nagyon szép. Én is nézegettem ezeket az autókat, gyönyörű autók, viszont felénk amúgy nem látni ilyen autót. Ugye én kis faluba lakok, igen, és még baján se veszem azt észre, hogy ilyenekkel mászkálnak az emberek. Igen, egyébként nagyon ritka tényleg, mármint itthon. Hát én is, hogyha mondjuk egy héten látok kettőt, akkor az úgy teljesen átlagos. Aha. De egyébként meg, hát igen, ritka autó itthon, ezért is nézik meg sokan meg, hogy hú, milyen autó, meg milyen szép, és ezért is sokan nem tudják egyébként, hogy milyen árban mozognak, mert aha, egyébként nincs olyan vészes áruk, mint ahogy a sokan gondolják. Igen, én is néztem, azt el lehet mondani, hogy milyen... El lehet, persze, ez egyébként 3 millió forint volt. Hát költeni nyilván kellett rá, nem is keveset, ugye sok kilométer van már benne az a... Aha, hanyas évjáratú ez az 2010-es. Autó? 2010-es. 2010-es, hát akkor már igen, 10 éves autóról éves, beszélünk. Igen, igen. Hát kicsit le kellett volna mosni, azért ne haragudjunk. Biztos elnézik a kedves nézők. De gyönyörű, nagyon igen, jó, és szép. Ezzel megjelenni azért... Igen, hát, van egy megjelenés, igen, az biztos. Igen, igen, nagyon elegáns. Éppen amikor megbeszéltük, András, hogy jönni fogsz, én néztem tényleg a használt autókon, és de a 3 millió az a legalja, nem? Igen, vagy 2,5-3. Ott kezdődnek azért igen, ezek az autók, de nagyon szép, nagyon jó néznek ki, meg jó a neve is, Jaguar. Igen, igen, igen. Hát ugye ez még a kicsit régebbi, mert egyébként az újabbak azok már ilyen csíkszeműek. Aha. Kicsit jobban is tetszik, úgyhogy lehet, hogy jövőre le is cserélem arra. Tehát aha, a márkán mindenképp szeretnék maradni egyébként. Annak ellenére, hogy tényleg azért hát angol autó, úgyhogy problémás kicsit. Mik az alapvető típushibák? Hát igazából van itt egy, az még nekem szerencsére nem jött elő, de van itt bent egy ilyen hát tekerő gombváltó, ezt majd mindjárt megmutatjuk belülről. Igen. És ez szokott általában berosszulni. Aha. Az automata váltójával volt már probléma, mert ugye nekem írták többen is, hogy ha az elromlik, akkor az zsebben nyúlós. Gáz, igen, az nagyon gáz. Most ebben mennyi lenne egy automata váltócsere? Fél millió? Millió szerintem. Millió? Hát csak úgy mondom, egyébként elárulom, volt egy lengéscsillapító csere hátul. Igen. Hát a lengéscsillapítónak a darabja így 250 ezer forint. Azta! Úgyhogy az a baj ezzel, hogy ugye, mivel ritka autó itthon, kevesen is értenek hozzá, hát márka szervizben nem szívesen vinném, mert ott ilyen 50 ezeres óradíjak vannak, úgyhogy ez egy picit tényleg nagyon hozzá. Azta!
Úgyhogy hát az a baj, igen, nekem is itt főleg a környékben Veszprém körül ugye nehéz olyan embert találni, aki ért is hozzá, meg hát szívesen foglalkozna is vele, mert nagyon sokan azt mondják, hogy hát nem értenek hozzá. Ja, vagy tiszta idegszerelések közben. Igen, igen, pont egyébként most, amikor beszéltünk e-mailben, akkor nem is volt nálam az autó, mert akkor már 2,5 hete szervizben. Azt! Nem semmi. Sokat kellett válni alkatrészre, ugye itthon nincsen, Angliából hoznak mindent. Aha. A másik még, András, amit akartam kérdezni, ugye nagyon sokkal a kommentben le akartok beszélni a dízelről. Ugye a dízelt akkor célszerű venni, ugye azt mondják, hogyha hosszabb utakra megyek, igaz? Így van, igen, igen, igen. Ha egy városba döcölök vele, meg itt más a rémen, akkor nem célszerű. Ezt én is tapasztalom, pont most azért is volt szervizben, hogy a részecske szűrőt kitakarítják. Aha. Ugye ez a részecske szűrővel az a baj, hogyha sokat használod városba, akkor ez hamar eldugul, és ezzel lesznek problémák, ami nálam is volt. Úgyhogy ezt érdemes ilyenkor kitisztítani, meg hát azt mondták nekem a szervizben, hogy heti egyszer legalább egy ilyen hosszabb utat beiktatni, mondjuk egy ilyen, mondjuk ahol lehet menni ilyen 110-zel, és akkor tisztítja magát ez a részecske szűrő, ugye, és akkor nem dugul el. Akkor néha ki kell húzatni? Igen. De húz az autó, ugye, hát 300 lóerőről beszélünk, úgyhogy húz az autó. Alig várom, hogy vezessem, de most akkor üljünk be az autóba, és nézzük meg, hogy milyen a belseje. Igen, automata váltós, milyen extrakt találhatóak benne, meg nekem ez nagyon, ezt kell tekergetni? Nagyon buta vagyok hozzá. Igen, ez az általában ilyen Land Rover, Range Rover, Jaguar, ezekben a típusokban van egyébként. Aha. Hát ez úgy működik, kérlek szépen, indítjuk az autót, és akkor ez feljön. Nekem már ez furcsa, hogy nem kulcsa megy. Igen, hát igazából kulcsa megy, húha, nem is tudom, hol a kulcsa. Viszont biztos, hogy a közelben ez azért jó, mert ha nincs a közelben a kulcs, igen, akkor nem engedél indítani az autót. Azt de érdekes. Illetve, hogyha messze mész a kulccsal, akkor bezárja magát az autó. De jó, úgyhogy nagyon vagány. Igen. Igen, és mi ez, ami kijött? Ezzel ez a rádiót bekapcsolni? Nem, az ez. Egyébként ez úgy működik, kérlek szépen, hogy van a P betű, ez természetesen a park. Így van. Az R betű ugye a hátra menet, rükkverc, N az pedig az üres. Igen. Van a D, ugye azt használjuk mindig, amikor megyünk előre, illetve van egy S, ez a sportmód benne. Ez annyit akar, hogy igazából tovább lehet húzni az autót, tehát tovább pörög. És akkor igazából nagyobb teljesítményt használ így az autó. Van. Igen. Vannak benne ilyen, hát ez egy téli fokozat, ez ugye hátsó kerekes az autó, ezt elfelejtettem elmondani. Igen. Hát télen nagyon csúszkál, úgyhogy van egy ilyen téli fokozat benne, ami segít, hogy hát ne történjen baleset. Tehát így egyből, pont most télen próbáltam, és egyből visszarántott az autó, mikor megcsúszott a hátulja, úgyhogy ez egy nagyon jó dolog benne egyébként. Hát ugye van ilyen faberakás benne az ajtóknál. Igen, gyönyörű, gyönyörűen néz ki, tényleg. Nagyon szép. Meg tényleg érezhető, hogy jó nagy autó. Azért igen, egy Peugeot-ba szorongadik-e? Mármint most úgy mondom a Peugeot, hogy az én Peugeot-ról beszélek, igen, hogy a kis 206-osomról, mert ugye Peugeot-ból is vannak persze, más típusok. Igen, a képernyőn mit lehet látni? Hát kérlek szépen, most kikapcsoltam a monitort egyébként. Igen. És akkor van egy ilyen Jaguar felirat, ez nagyon jó pufa. Itt ugye lehet állítani az ülésfűtést, aha, rádió nyilván, klíma, navigáció, meg ilyen egyéb állítások. Igen. Itt lehet állítani, hogy milyen hány fokot fújjon, vagyis hát mennyit fújjon a szellőző. És igazából így ennyi. Mutatja, hogy hány fok van jelenleg az autóban. És a tolatóradar az csipog, hogyha így tolatsz. Van. Igen. Igen, nekem ez még nagyon fontos, hogy tolatóradar, és ha lehet, akkor kamera is legyen benne. Aha, már ott világít pirosan, a villogott pirosan. Aha, értem. És akkor így szól, minél hangosabb a jelez, annál közelebb vagy, és ugye mutatja is. Mutatja is. Ugye van egy kézifékünk is, az pedig itt található. Aha. Ez úgy működik, berakjuk ugye a parkmódba, és akkor így felhozzuk. És be is, azt így pedig kiengedjük. Ez tényleg luxus már, az egy luxus kategória, és azért valljuk be őszinte, hogy tényleg 3 millió forint egy luxus kategóriát vásárolni, igen, az nagyon szuper. Igen, ez így van. Ráállítjuk az autót, ugye akkor lemegy minden, a szellőző nyílások, minden, illetve ha kinyitjuk az autót, akkor felmegy maga a kormány is, felereszkedik. Ahogy látjátok, kedves nézők, nem csak kívülről, hanem belülről is nagyon szépen néz ki ez az autó. Most fogok beszállni az autóba és vezetni, és azért is megtiszteltetés számomra, amivel András mondta, hogy még soha senkinek nem adta oda az autóját, úgyhogy köszönöm szépen, ez óriási megtiszteltetés számomra, és köszönöm szépen, hogy tényleg megengedte azt is, hogy videót készítsünk, mert először ugye erről nem volt szó, csak igen, az, hogy lejössz, kipróbálom, de akkor mondtam neki, hogy mit szólna ahhoz, hogy videót csináljunk. Annyi, hogy a fékre, hogyha fékeznél esetleg, iszonyatosan fog, szóval tényleg csak így finoman.
beültünk az autóba, most fogunk elindulni, és igen, hogy nagyon érzékeny a fék, ezzel vigyázni kell, és ugye ez egy automata váltós autó, úgyhogy kicsit szokatlan nekem. Be kell nyomni a féket, és megnyomni a start gombot, ugye? Így van. Jó csinálom, András? Mondjad. Igen. Jó. Jó. És akkor nyomod a féket ugyanúgy, és akkor mehet D-be. Igen, mehet D-be, és ki kell engedni a kézi féket. Igen. Így van. Így van, és akkor mehetünk is. Elindul az autó. Index ugyanott van, ugye? Igen, ugyanúgy van. Igen, igen, igen. Jó. Ként lehet hallani egy ilyen kis nyikorgós hangot hátulról. Igen. Az egyébként pont most menet közben jöttem, mert most jött elő egyébként. Igen. Ez elmondom neked, ez a szilent hátul. Van ugye a lengőkarokban egy ilyen kis szilent. Igen. És annak van ilyen gumis hangja, és ugye hát szerintem már elég öreg, mert az biztos nem nyúltak még hozzá soha, szóval gyári. Gyári. Biztos benne. Aha, aha. Úgyhogy most egy picit így nyikorog. De ez nem igen. Olyan egetrengető ja, probléma, nem? Pár száz forintos, vagy pár ezer forintos pár kis tétel. Cucc. Persze, aha. Ez nem egy olyan nagy dolog. Akkor sokszor nem is az kerül sokba, hogy megcsinálják, hanem az alkatrész, nem? Ez így van. Vagy fordítva? Igen, igen. Hát a munkadíj az nem sok, nyilván attól függ, tehát ha elviszi az ember egy márka szervizbe, az, akkor, az brutális. Aha, aha, aha. Viszont azt mondom, hogy egy sima szerelő az, aki mondjuk ért az autóhoz és vállalja, akkor nem olyan durva. Nem olyan durva, aha. Igen. És mi ez a fény itten? Kérlek szépen az, majd meglátod, ebben van ilyen holt tér, igen. Mondják, nem? Igen, holtér figyelő, és hogyha van a holtérben valaki, azt így jelzi neked. Aha. Majd és csipog meglátom. Vagy? Ő nem csipog, csak így mutatja, hogy van egy ilyen autóikon lesz ott a tükörbe, és akkor így mutatja. Illetve van rajta egy ilyen kis, mint ilyen üvegfólia, és hát olyasmi a tükrön. Igen, látom. Ez az, hogy ő ne verje vissza a fényt, és ne zavarjon téged, ilyen van hátul az üvegen is. Hú, nagyon jó, tényleg ez a kényelem, ez nagyon tetszik, hogy ilyen kényelmes az egész. Itt el lehet férni. Persze. Még persze, kicsit szokatlan. Meg tényleg ez az automata váltó, ez a kényelem, ami ezt biztosítja. Nagyon, ez számomra ez nagyon jó és nagyon tetszik. Ugye sokan le akartak beszélni az automata váltóról, természetesen igen, hogyha elromlik, akkor nagyon drága, de ez a kényelem, ez szerintem ez teljesen jó. Meg azért nem olyan sűrű romlik el, gondolom, a váltó, nem? Az automata váltó. Akkor mehetünk. Akkor egy ilyen, ez egyébként este nagyon szépen néz ki, szép, ez a kép. Aha. Innen jók vagyunk. Index, jó. És itt nem kell váltani, hanem rögtön nem, megy az igen, a... Már nyúlnál a váltó. Már nyúlnék a váltó, igen. Igen. Aha. Azt, tehát épp, hogy odaléptem, de nagyon húz. Igen, húz, nagyon. Nagyon az autó. Ez nagyon jó. Ez számomra, kedves nézők, remélem átadja a videó, de ez számomra nagyon nagy élmény. Majd esetleg a motorteret is megmutatjuk. Ja, tényleg még az a motor. Egyébként ezzel az autóval mondják a szerelők, hogy az a legnagyobb probléma, hogy annyira össze van rakva, hogy nem lehet hozzáférni. Tehát nekem most csinálták a katalizátoromat éppen. Igen. Ott nem lopták ki még a lónak? Nem. Megvan még. És ott a katalizátornál volt egy ilyen lukas cső, és tulajdonképpen ez az egész miatt meg kellett bontani az egész motorteret, mert nem fértek hozzá. Aha. Egyébként, úgyhogy hát igen, ez a probléma. Nehéz hozzáférni, ezért is tartott sok ideig, ugye? Aha. Ott, tehát majdnem pont két és fél hetet. Pont néztük egyébként, valamelyik nap lemértük, olyan 7 másodperc alatt van 100-on. 7 másodperc. Aha, az magány. Azt te húz. Igen, tényleg az ember egy picit odalép, és már... Már oda... ez a váltó. Ja, hogy itt lehet váltani? Igen, itt lehet váltani, azt megnyomod. Ott látod, ötödikbe vagy most. Aha. Másik karral, ami ott a másik oldalon van, lefele. Ott meg tudsz lefele. Azt értem. Viszont ha sokáig nem váltasz, akkor visszavált automatába. Először kiveszem parkolóba? P-be, igen, nyomod a féket ugye közben. Igen. Felhozod a kéziféket. Igen. Gyújt, vagy a lámpát ugye azt visszaveszük off-ra. Igen. És akkor megnyomod a start gombot, és akkor ugye leáll minden. És ennyi. És akkor kész. Azt a... Hú, hát ez jó volt. Megjöttünk az élményvezetésről, úgyhogy köszönöm szépen Andrásnak még egyszer ezt a nagyszerű élményt, mert tényleg nem vezettem még ilyen kaliberű autót. Reméljük, hogy tetszett nektek ez a videó. András próbált nektek mindent elmondani, amit tudni kell. Még egy fontos, hogyha lezárod az autót, akkor behajlik a tükör. Igen, de magától ez is nagyon fontos. Egy Peugeot után, egy Peugeot 206-os után, mint ami nekem van autóm, azért egy ilyen autót, ha vásárol az ember, akkor tisztában kell vele lenni, hogy erősebb autó, nagyon oda kell figyelni, a javítási költség se annyi lesz, mint a Peugeotnál, ez legfontosabb, mert sokan írták nekem, András, hogyha 5 millió veszek Audit, még 2 milliót tegyek rá félre a javítási költségre. Sokan egyébként azt mondják, igen? Hogy amennyire veszel autót, mondjuk veszel 1 millióra autót, akkor legalább még egyszer annyit legyen, 2 millió.
jó, mert hogy áttirás, kötelező szerviz, olajcsere, vezérlés. Mert mindig mondják, hogy mivel külföldről hozom be az autót, olajcsere, vezérléssel rögtön az legyen alap. Megcsinálva. Igen. Ez az alap, és akkor utána lehet használni az autót. Meg fékek, gumi, ugye ezek a kopó dolgok, ezeket így általában cserélni kell időközönként. Úgyhogy. És nem tudom, még ami érdekes, lehet, hogy azért mondta itt András, hogy 270 ezer kilométer van az autóban. Igen. Most az nem tudom, hogy 10 év alatt az soknak számít. Hát szerintem azért egy picit igen. Az picit soknak, de hát akkor, hogyha a dízel autókkal ugye sokat, hogy az a lényege, hogy sokat menjen az ember, akkor hát ki is használták ezt a tulajdonságát az autónak, de nagyon jó, nagyon tényleg luxus körülményeket biztosít, és ahogy beszéltük, 3 millió forintért ugye ő lehet vásárolni ilyen autót, de hát akkor azt is nagyon át kell nézni, hogy milyen igen. problémái vannak. Igen, problémás autók az biztos egyébként, problémásak költeni kell, hát de minden autóra minden kell, autóra az nem kell. Mindegy, hogy mennyit persze. Hát igen, igen, nem mindegy, hogy de nagyon jó a megjelenése, belülről, kívülről szép, nagyon jól megy, hát ugye karban kell tartani, amit meg használ az ember, ugye azt pedig javítani kell, úgyhogy köszönöm szépen még egyszer András, nagyon kedves vagy, nagyon köszönöm szépen, hogy írtál e-mailt és meglátogattál engem, és bízom benne, hogy a kedves nézőknek is tetszett ez a videó, ha tetszett a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és jövünk majd a folytatásra. Köszönöm szépen András, hogy itt voltál. Sziasztok! Sziasztok!